Nem hiszem el, komolyan. A narancsa szendvics után kell. Szervuszok! Tudom, még ezt jelzett az életemből megint kell. Szia, bátyám! De így kell reggelizni, ez a jó család! Ez a jó család! Szia, bejön! Ez igen, Bea! Hát hova indulsz? A maratonra? Olyan sem létesz el? Hát mi jelentetet győzze az asszony? Hát nem, bicsenik lenne 20 asszonra. Szia, bátyám! Szia, kicsi! Az igen, na. Nekem is csináltad a gata? Kettő szendvics van. Na, egyiket megettem, a másik itt van. De ma nem bírom megenni, most ez... De mi csak lenyomod? Letolod az én? Ha megpróbálok. Nem, de birkózok. Na, figyeljetek, ide győzünk, Bea. Mondja, mit tudom? Olyan ötletem van, én ezt este átbeszéltem saját magammal. Na, a következő. Ma úgy félek az estéktől, hogy másnap mi fog történni. Áti, ezt ugyan mit álmodott, Zsolti? Na, a következő szitu. Megyünk ki a rokonjaimhoz. Szlovákiába, fülekre! Hát ugye beszeretném mutatni Győzit és meg Beát is, mert ez az esküvő ma nem most volt, ugye nem napjainkban volt, annak már 10 vagy 12 éve. Jó volna, ha Győzők is megismerkednének ott a szlovák rokonainkkal. Na menjünk úgy, Mányósotra kíváncsi volt a megapósodra. Na igazi. Na de ma ott vagyunk. Meg hogyha menjünk, akkor Losoncra menjünk. Nem megyek Losoncra. Mert? Én a rokonaihoz megyek. Na, megyünk Losoncra, egymás mellett van. Olyan az, amikor megyünk Széchenybe, Széchenybe ma mit lesz szaladni gyarmatra. Vagy gyarmatról mi vissza szaladni Széchenybe. Én a rokonaihoz megyek. Ez ugyanaz a verzió. Megyünk izé Losoncra, én a rokonaidot akarom megyek. Na, megyünk a Jósomot, na. Tényleg meghívjuk a szlovákokat, hát ez itt tényleg, ahogy Zsolt mondja, hogy egy szlovák-magyar kapcsolat lesz ismét, és én ennek nagyon örülök. Nagyon-nagyon örülök, hogy tényleg ez egy olyan disznótor lesz, aminek híre megy. Menjetek majd, én bezavarok. Nem te vezetsz. De én akarok. Azt most mondom el, nem Zsolti vezet, én nem tudom mit csinálok. Zsolti kap, te vezetel, édesem. Most akkor döntsétek el, ki vezet. Te vezetél, mert mindenhol nagy kapitány. Nem, én akartam volna vezetni. Hát te Zsolti vezet, te ül Zsoltival elő, én meg hátul ülök. Iszik vagy vezet, azt mondta, hogy ő inni akar az állatot. Útlevél nálatok van? Milyen útlevél? Ma nem kell útlevél, ma unió van, moré. Itt azóta nem voltam kint. Te azóta, te nagyon szereted anyósodot, meg apósodot. Úgy, mint te, úgy, mint te. Én szeretem őket, hála Istenek, nekem jó apósom van, meg jó anyósom van, Baina. Akkor vezessétek be, én nem van. Ne, te vezettél, beállj veled elő. Itt van nálam, én meg ülök magamnak, ha. Meg hajgumit minek hozol? Ha minek a hajgumi? Tudjátok, mit kéne csinálni? Szólni kéne anyósodnak, hogy jön el a disznóval a garasba. Jó. Most akkor is sütetni a erőcéket. Sógornődnek, Évinek is hagyjönnek a disznót, mert hívjuk meg őket akkor, az jó van. Az akkor legalább a szlovák isből jobb lesz a hurka. Ezt mondtam neked, győz. Na, azért mondom, mert Magyarországon el is se jó. Ott be kéne vásárolni. Ízesíti őket, és lassan mennyi ma a Zsolt, igaz van ennek az asztok, amitán rég is péren ülnék-e. Ezekhez, akiket mondottak, hogyha ma jönnek anyósodék is, jönnek minden a... úgy kell számolni, sógorok, sógorok. 37-en jönnek. Hányan? 37-en. Már összesen nem kell annyi elén, hát Mori, hát akkor mi marad a disznó? Akkor is híjjuk meg őket. 37-en jönnek. De most ne haragudja, akkor most veszok azt a 120 kilós disznót, igaz? Igen. De abból nem marad még csak a farka. Hát abból konkrétan nem marad hús a hűtőben, mert akkor... Te kolbászba, ledaraljuk a belsőséget. Meg megfőzzük, meg. Megfőzzük, de mi marad? Jó, de a 37-ből 15-en vegásak. Akkor azok minek jönnek? Azok csak nézik, mossák a disznót, segítenek. Hát azoknak mit adunk én a vegásak? Azoknak majd szaggatunk egy kis füvet, teszünk rá nekik egy kis paradicsom, paprikát, sajtot, rossz, kész. A disznómágásra nagyon készülünk, mert ilyen disznómágás, hogy MC Zsolti Mangalica fesztiválja, én szerintem még nem volt Magyarországon. Ez nemzetközi disznóvágás lesz, mert szlovák testvéreink, szlovák rokonjaink is fognak érkezni, és ugye mi családunk, össze fogunk vegyülni, itt minden lesz, csak disznóvágás nem lesz. Azért lesz nemzetközi, mert többfajta kaja lesz. Vegás kaja, disznós kaja, nyuszis kaja lesz, birkát vágunk. De akkor, maga, akkor nem Mangalica Fesztivál, meg nem disznótora neve. Érted, de... amit mondok? Családi összejövetel, nem, amit te mondasz, több nyelven. Így van, családi összejövetel, az a legjobb. Most ne fesztiválozzunk ma a gyerekét, családi összejövetel lesz. És akkor még az én anyámikról nem beszéltünk. Az anyádik lesznek a dísz vendégek. Aha. Tibi bátyám, Maranka, a legnagyobb vendégek meg hajnal, amikor apám hazaérkezik. És akkor adja az évet. Érted? És akkor nyomja apám, hogy asztalali bomba, asztalali bomba, bomba, deja vu, deja vu. De nem szeretsz? Hát akkor elmegyek, érted, és bejönnek. Anya, meg éneklek, mit személy. Mari, mama, még betekeri magát, érted? Hát akkor már szóljunk a Juliskáiknek, és majd őköt csinálják. A Juliskáik ott vannak reggeltő. Na, hát már hagyja a Juliska. Nem, hogy csinálja a rétes, Juliska. De most Dencséket meghívjuk? Már akkor tényleg nemzetközi lesz.
Na, hát én sokat nyortam ide győzni, megmondom őszintén. Én a szlovák asszonynak itt kértem meg a kezét. Barnak az aljába. Csáma, amor. Én nem bírtam oda, de kérlek. Én nem bírtam felmászni, mert még akkor túlsúlyos voltam. Majdnem két és fél mázsa voltam. Aztán nem bírtam felmenni, oda nem mentünk. Így kértem meg a kezét bele. Na, győzt Magyarországra, vagy nem győzt Magyarországra? A felszaladt a kiszatyori, nyakamba ugrott, hazamentünk. Most így messze van az avon? Hát de nincs közel. Na gyere innen megkukkolodos, jó van. Nem, gyerünk ma, gyerünk ma, így gyerünk ma. Gyere, győzünk, ne fel lehet menni, nincs abban semmi gond, győzünk. Itt lakunk a szomszédban, még sose voltam a fülekiben. Barba megyünk, nagy izé, kulturális család mi. De jó van. Meg akartam hagyni neki a pillanatot, hogy élje meg a pillanatot, a romantikát. Nagyon nagy öröm volt ránézni, hogy tényleg kijutottunk Fülekre is, és azt mondta, hogy ő ott kérte meg a kezét, meg ő a varba énekelgetett. Szerintem nagyon kevés emberben van az a szerelem meg, ami a testvéremben, az a romantika, az az érzelem. Itt a var, itt volt a feleségemnek a nagyapjának a nagyapja, itt őrizte varat. Te itt nem lehet bemenni? Itt a kapu, gyerünk ma be, de kérlek. Na, itt azt az agyút ő kezelte, a ők nagyapja, Győző. Nem lehet bemenni. Jaj, de szép ez a var. Akkor itt kérted be Zsibongónak a kezét? Ott, mikor megláttam a vart, és ott azon a hegyen kimentünk, akkor még fiatalabb voltam, voltam 65 kiló, ott teljes dolog átszaladt rajtam az egész. Hogy mi történt ott velem, én át tudtam élni a velem történteket. Menjünk anyósodikhoz, jó van! Ha most várbák a nagy romantikus család, ez ott hol megy félbe jár? De csak azt akarom megnézni, hogy hol kértem meg Méninek a kezét. Bizony, ott hol fogsz félmenni? Ott biztos, hogy nem Zsolti! No. Zsolti, gyere el onnan, én ott biztos, hogy nem megyek. Hát én ott nem bírok felmenni. Följönni. Hát te se bírsz fel még én. Én nehezebb vagyok, én ott biztos visszacsúszok. Ott nem megyek fel, gyerünk, ott taska van nálam. Gyere, győző! Gyerünk, ma, úgy át, te bari, le van izéve, kódolva ott minden. Ha gyere ma leesel, eltörik a lábad, biztosítást, mert nem kötöttünk, te... Ugyan, hogy jó, hat ott kerítés van. Jaj, no Zsolti. Szója, no Zsolti! Zsolti! Zsoltot a szerelem dobta fel a füleki varba, hogy Zsolt fölmászott, ő érezte a lüktetést, hogy szerelmes, hogy ott kérte meg Zsibongó kezét. Hogy tudod itt felmenni? Ah, okay. Nem bírok! Kiabálni ezt tudtok, mi? Ja. Kiabálni! Én itt nem tudom. Gyere Győző, lehet látni Magyarországot! Gyere Győző! Szép a kilátás! Szép, van minden! Tényleg? Van. Győző nem az ilyen dolgoktól fél, ő a természet közeli élményektől fél, ő nem szereti azt, hogyha a tenger sós, ő nem szereti a homokot, meg azt hiszi, ő semmit nem szeret. Ő olyan, mint egy ilyen hisztis. Neked muszáj volt félmenni. Elkapol a baltya. Mi? Vigyázz be, mert le kell szabadnom. Gyere onnan Győző. Gyere onnan Győző. Ez komoly volt, nem bírta a fején oda, Aiga? Gyerünk anyósodékhoz. Én nem erézi jöttem ki Szlovákiába, hogy te marad nézni. Ma nagyon komoly volt. Jó van, ügyes vagy. Gyerünk anyósodékhoz. Hát ugye én maximálisan várom, hogy az apóssal tudjak találkozni, de bevallom, hogy 4 vagy 5 éve nem voltam oda náluk. Nem, mert voltak egy kis problémák, nem tagadom, én nem nagyon voltam bejáratos oda hozzájuk. Berci Bá, Zsolti apósa, aki nehezen érti meg, miért jöttek. Dobrý deň. Jöttünk ki, family. Jöttünk ki! Hey, jó napot! Győző! Dobrý deň! Beja! Dobrý deň! Szia, papa! Mellőd szeretem! Kérem, hogy mit téged a pósod! Te jöttél! Kijöttem ma disznóvalgásni, sztálunk, odahaza! Disznó! Balicsé! Le kell szúrni! Ezt ma kavarjuk a zsírt, minden!
I speak English, because I speak English. Nem, ne rozumiem, ne rozumiem. Szlovák, csak szlovák beszélek, tesve látod? Piccolo, I speak English. Nem. Ne rozumiem. Kicsit magyarul. Semmi magyar, itt nem tudnak semmit. Mannyi éve nem tanultam meg a lánya se. A lánya se beszél. Csak ugye. Én mindent bevezettem az öregnek, hogy megértessen vele, hogy mi is vagyok ott kint. A disznóvágás lesz. Bevetettem az egész testemet. A disznóvágás lesz, na disznó, balicse! Praca? Ha, ide, praca! Praca, azaz! Ide neki, bejössz, kész, praca! Zabijačka! Ha, zabijačka! Family, mindenki jön! Disney family, buka is! Okay. De a vegetáriánusok itthon van. Nem eszik, papa nem eszik hús, na. Hát, én csak reménykedem, hogy megértették, hogy miről van szó. Majd még a sógornőmnek mondom, hogy hívja fel azért a szüleit, hogy jöjjenek el. Mert nem vagyok benne biztos, hogy minden szót értettek abból, amit mi ott elpróbáltunk magyarázni. Aztán, hogy a Next Week, meg a Tomorrowból, hogy mi lesz majd, nem tudom. Family. Az az egész család. Úgy. Ha. Adressz, az az adressz. Szabadszombat. Az. Végig. Megyere ti? No. Jó. No. Oké. Okay. Na menjünk győzi. Family. Szerte family. Szerte family. Na igaz, hogy tudjak, hogy mi van mori. Úgy, hogy leírtam, persze, hogy persze. Na jó van. Drasti da anyja. Na jó van akkor. Minden jót? Azt hogy kell mondani? Dobre. Viszontlátás. Drasti da anyja. Už idete. Naci ráti. Co? Už idete. Už idete. Dasti Dania. No. Dobri. Köszönjük. Szép kommunikáció volt. Dobri. Szép kommunikáció. Én nem kommunikálok így apósokban, mint te. Amma azért egy izére behívhattak volna minket. De győzik, nem úgy van, mint a... Mi be se hívtak. Hülyé ma, na, téged szeret még a fehedesot. De majd egy kólára behívhattak volna minket. Hát egy kólára ma igazán behívhattak volna minket. Ez még egy, mert azt nem mondtak, hogy gyerték be, itt kellett az a